Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket. Én itt vagyok már 9 napja, segítőnek jöttem most, és úgy volt, hogy elmegyek ma ebéd után, de Sunim felkért arra, hogy tartsam meg ezt a bevezetőt, és őszintén szólva eszembe sem jutott, hogy nemet mondjak. Ami csak nekem meglepő, amikor ezen gondolkodtam, mert én egy jó pár évvel ezelőtt igyekeztem volna megfutamodni ezelől, és valahogyan kimenekülni, de most eszembe sem jutott, és én kérdeztem a Sunimtól, hogy beszélhetek-e bármiről, és azt mondta, hogy hát azért legyen egy zen éle. És gondolkodtam nyilván, hogy mit mondjak. Majdnem pontosan 2 évvel ezelőtt jöttem ide először. És akkor azért jöttem ide, mert a Sunimnak a dharma beszédei hallatán nagyon megfogott az a kifejezés, vagy az a hozzáállás, vagy felvillanás, hogy valamit nem látok. És arra jutottam, hogy én szeretném látni azt, amit nem látok. Ezt megelőzte egy olyan felismerés, ami addigra már elérkezett hozzám, hogy én vagyok a felelős az életemért. Akkor azt a terminológiát nem ismertem, vagy nem tudom, hogy mit jelent az, hogy karma, vagy semmi ilyesmit, de valahogy ez így megérkezett, hogy én nem, sem másra nem mutogathatok, sem környezetre, sem senkire, hanem hogy én vagyok a felelőse annak, ahol éppen most tartok. És azt is felismertem, hogy rengeteg mindent nem látok. Pontosabban akkor azt sem tudtam, hogy mit nem látok. És ez, azt hiszem, hogy ez az erő és az a motiváció, ami engem elindított ezen az úton, és ami azóta is rajta tart, hogy én szeretném látni azt, amit nem látok. És hogy 2 év alatt mi változott? Hát semmi. Az ég az továbbra is kék, és a fű az továbbra is zöld, és a padló barna. De valójában persze nagyon sok minden változott. Egyrészt észrevettem azt, hogy nem mondjuk így egy dolog van, amit nem látok, hanem egyre több dologra látok rá, hogy aha, ezt eddig nem láttam. És emlékszem dharma beszédekre és bevezetőkre, hogy sokszor hallottam azt előtte, hogy ez egy nehéz út, meg a zen hullámvasútjára felülni az nem könnyű, és én egy kicsit mazoista típus révén úgy gondoltam, hogy hát én igenis szembe szeretnék találkozni azzal, amit rossz felismerni, vagy amit nehéz felismerni, vagy amivel nehéz szembesülni. És hát a napokban, hetekben, szóval az elmúlt időszakban tapasztaltam meg azt, hogy milyen az, amikor éppen a jelen pillanatban találkozom szembe egy olyan karmával, amit nehéz elfogadni, és nehéz azt is magamra vállalni, és nehéz vállalni a felelősséget érte. És mennyivel könnyebb lenne valaki másra mutogatni, vagy azt mondani, hogy ez előző élet, ez a párkapcsolat miatt van, a szüleim miatt van, az emiatt van, vagy amiatt van, de amit 2 év alatt biztosan megtapasztaltam, az az, hogy
hogy ezekért tényleg mind én vagyok a felelős, és hogy mennyire nehéz felelősséget vállalni mindezekért, és hogy mekkora különbség van a között, hogy valamit mentálisan vagy intellektuálisan felfogok és megértek, és mennyire más az, amikor tényleg itt és most látom, hogy most valami olyat csinálok, ami nem az igaz természetemből van, nem az önvalomból van, hanem valami tudatalatti automatizmus vagy karma, és történik, és ennek ellenére történik, és hiába látom, történik. És ez egy, nekem most jelen pillanatban a gyakorlás során ez a legnehezebb, hogy ezt is meglátni, és ezt is megengedni, és nem dupla büntetőköröket beindítani saját magam számára, hogy én nekem már nem itt kellene tartanom, vagy ha rálátok, akkor miért csinálom, hanem megengedni és megadni magam. Ennek persze azzal, hogy szeretnék ezen továbbra is változtatni, és nem szeretném azt, hogy a karmám vagy a tudatalatti mechanizmusok irányítsanak engem, hanem tisztán szeretnék látni, és én szeretném eldönteni, hogy mit, merre, és hogyan csinálok. Nagyon sok jó hozadéka van az elmúlt két évnek. Én egyébként az utóbbi pár hónapot leszámítva, persze voltak mélypontjaim, de nekem nagyon sokat segített, amit én a gyakorlatok kaptam, az egy elképesztő stabilitás. Különösen egyébként a meditációkban, illetve utána éreztem azt, hogy egyszerűen van bennem egy olyan bizalom, amit nem tudok máshogy megfogalmazni, csak úgy, hogy ősbizalom valahogy az univerzum felé, amit mindenképpen ennek a gyakorlásnak köszönhetek, hogy egyáltalán tapasztalom ezt az érzést, vagy hogy tapasztalom a hálának az érzését, amit én korábban egyáltalán nem ismertem. Én nem tudtam, hogy ez hát azt sem tudtam, hogy mit jelent, de azt végképp nem tudtam, hogy milyen ezt a dolgot tapasztalni. Szóval nagyon jó dolgokról tudnék egyrészt beszámolni, hogy ez a gyakorlás az azt eredményezte, hogy a különböző fentekbe és lentekbe már egyszerűen nem ragadok úgy bele, se a lentbe, se a fentbe. És hogyan ad nekem erőt az, hogy azt is megláttam, meg tudtam látni, hogy a nehéz helyzetek igazából mind lehetőség arra, hogy meglássak valamit, amit eddig nem láttam. Hogy fejlődhessek és tanulhassak belőle, és hogy ez nem csak a saját felelősségem, tehát hogy nem csak én vagyok érte felelős, hanem nem csak magam miatt vagyok felelős érte, hanem mások miatt is felelős vagyok azért, hogy rálássak ezekre a dolgokra. És ez nagyon szépen hangzik, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy aztán voltak, és nem annyira régen, olyan mélypontjaim, ami nagyon érdekes tapasztalás volt. Egyrészt a környezetemtől is megkaptam azt, hogy na hát, hogyha te zen gyakorolsz, és a tudatosság útján vagy, és mit tudom én, micsoda, akkor te miért vagy rosszul, vagy miért vagy szomorú, vagy miért vagy mélyponton, és ennek a hullámnak az elején, amikor benne voltam, akkor tudtam azt válaszolni, hogy azért, mert most ez van. És ezt meg tudom élni, és meg tudtam úgy élni, hogy ne ragadjak bele, egyszerűen csak megéltem azt, hogy most ez a helyzet nehéz. Hozzátartozik, hogy nagyon sokat változott az életem, és az utóbbi egy évben tényleg az élet, tehát minden élet területe tulajdonképpen megváltozott, azaz megváltoztattam. Mind munka, mind magánélet, mind otthon. Ez így egyszerűen ez a három megváltozik, az egy nagy változás.
És aztán észrevettem saját magamon, hogy én is elvárásokat támasztottam magam felé, hogy én nekem már ezt nem kellene ennyire rosszul viselnem. És voltak olyan időszakok, amikor nem volt kedvem gyakorolni. Nem volt se erőm, se energiám, és ez, ami egyébként hajtani szokott, hogy én szeretném meglátni azt, amit nem láttam, akkor úgy gondoltam, hogy nem érdekel. És aztán, ami kihoz ebből újra és újra, az, hogy megtapasztaltam egyébként a gyakorlásnak az erejét, nem csak a meditációnak, nem csak a mantráknak, nem csak a leborulásnak, hanem ennek az egésznek így együtt. És tudom azt, hogy nem csak tudom, hanem tapasztaltam is azt, hogy ez nekem jó, és már meg tudom engedni magamnak azt, hogy benne legyek abba, amikor rossz, és utána azt mondom, hogy oké, Zsófi, most elég volt, és akkor most leülünk, és újra gyakorlunk. És akkor vagy ezt csinálom, vagy eljövök ide, mert ami hozzátartozik ahhoz, hogy az elmúlt 2 évhez, az ti vagytok, és szuperlatívuszokban tudok csak beszélni tényleg arról, hogy milyen, mennyire szuper dolog közösséghez tartozni, hozzátok tartozni, hogy együtt gyakorolni, és én tényleg minden egyes alkalommal, amikor ide jövök, akkor azt érzem, hogy otthon vagyok. És engem itt ez mindig elképesztően feltölt, és nagyon hálás vagyok a Sunimnak ezért, hogy ez van, hogy ez létezik, és hogy én megtehetem egyáltalán, hogy ide jöhetek, és egy kicsit itt leporolgathatom magamat. Szóval összegezve az end gyakorlatnak a tapasztalásait, nagyon nehéz dolog nekem meglátni azt, megélni azt per pillanat, hogy most éppen valami olyat választottam tudatosan, vagy legalábbis rálátva, amit nem szívesen választok, és nem szívesen ismerem el, hogy ezt én csináltam. És hogy ez is rendben van. És egyszerűen csak tényleg csak csinálni kell, és gyakorolni kell, és előbb-utóbb ez a másik tapasztalatom, hogy az univerzum az tényleg támogat. Tehát, hogyha én csinálom a dolgomat, és beleteszem az energiát abba, amiben bele kell, és az úton járok, akkor támogatást kapok mindenhonnan, akkor mosolyt kapok, öleléseket kapok, és minden a helyén van. És amikor meg nem, akkor meg azon a helyén. És én ezt köszönöm, hogy ezt tudom így látni. Úgyhogy sikeres útonjárást kívánok nektek is.